Én egy kölyömöcit, meg fogok csinálni egy mosómetvét, meg egy pillangót, meg egy egeret. A 6 éves Kristófnak ez a terve a Kreatív Varázssziget legutóbbi összejövetelére. A szervezők szerint a gyerekek már annyira megszokták ezt a környezetet és lehetőséget, hogy már bátran mernek kérdezni, játszani és alkotni. A mai témánk kalandozás az állatvilágban, és ehhez kapcsolódóan egy nem szokványos dologgal készültünk. Parafadugóból készítenek a gyerekek és a nagyszülők, anyukák állatkákat. Nagyon sokrétű vagy sokszínű állatsereg lett gyűlt itt össze a mai délutánon, mert mindenki a saját kreativitását használva különböző állatokat, itt a teknős békától pillangón keresztül, a krokodil és nagyon sokféle állat készült. A legtöbb ilyenkor még dolgozó szülők helyét pedig átvették a nagymamák. Én azt látom, hogy egyre jobban megmozdulnak, és főleg a nagymamák jönnek el az unokákkal, nekik már több idejük van, és hasznosan szeretnék eltölteni a gyerekekkel, és egyre több nagymama kapcsolódik ehhez a klubhoz. Egyik célunk, hogy a könyvekhez egy kicsit közelebb vonzuk a gyerekeket, és ezáltal a nagyszülőket is. A másik dolog pedig egy kicsit ilyen közösségformáló ereje van ennek a dolognak, mert egyre többen jönnek, és nagyon ilyen kis barátságok szövődnek, és közösség formálódik itt a könyvtárban.